Elnök úr, ezt a javaslatot is támogatja az LMP frakciója, hiszen való igaz az, hogy a dolgozói szegénység Magyarországon egyre nagyobb méreteket ölt. Az emberek egyre kevésbé tudnak megélni a munkájukból, és egyre többet kell dolgozniuk ugyanazért a bérért. Erről gondoskodott a Fidesz-KDNP tandemben, hiszen az új munkatörvénykönyvével együtt és az egykulcsos adónak a bevezetésével gyakorlatilag egy olyan állapotot hozott létre az országban, ami azt eredményezte, hogy aki átlag alatt keres, mindenki rosszul jár, és most már 4 millió szegény országáról kell beszélnünk. Sokat emlegeti a Fidesz azt, hogy a családoknál mennyi pénz marad. Ugye mostában azt szokták mondani, hogy 170 milliárd marad a családoknál. Na most a költségvetésben 500 milliárdot dobnak ki az ablakon. Ráadásul, ha már családokról beszélünk, akkor nevezze meg azokat a családokat, tisztelt képviselőtársam, akinek nagyon sok pénz marad az országban. Olvashatunk róluk sokat a lapokban, a különböző médiában. Azoknak a családoknak a gyarapodása az valóban jelentős, viszont a magyar családok nagy része az egytől egyik rosszul jár azzal, hogy önök kormányoznak. Ráadásul még azok az emberek, akik tényleg a hátukon viszik ezt az országot, hogy így fogalmazzak. Azoknak az embereknek egy nagy része most már azt kell, hogy fontolgassa, hogy még magát az országot is elhagyja, mert gyakorlatilag annyira nem vár rájuk semmi ebben az országban, és azért önök felelősek. Hát ön emlegette itt a minimálbér bruttóját, az elmúlt 5 évben valóban 43%-kal nőtt, de a nettója 15%-kal, ráadásul hol van az a létminimumhoz képest. Az elmúlt 5 évben még 10.000 forinttal sem emelkedett a minimálbér, az egykulcsos jövedelemadóval pedig 2,5 millió munkavállaló járt rosszul. Az alsó 7 jövedelmi tized adóterhelését önök növelték meg 134 milliárddal, és ezzel egyidejűleg a legmagasabb jövedelmünknek az adója 501 milliárd forinttal csökkent. Tehát úgy rendezték át önök az adóterheléseket, hogy gyakorlatilag mindenki, aki átlag alatt keres, ez gyakorlatilag rosszul járt ebben az országban, és ennek az egyik következménye az, hogy egyre nagyobb az aránya a dolgozók közül azoknak az embereknek, akiknek a keresete még a létminimumot sem éri el. Teljesen világos, hogy önök rossz úton járnak, ez most egy javaslat, ami mérsékelni tudja az önök rossz politikáját. Én arra kérem önöket, még hogyha nem is egészen értik azt, amiről most itt beszéltem, mert láthatóan önök egy másik pozit néznek, ha Magyarországról beszélnek, hogy fontolják meg és támogassák a társsorozatba vételt, aztán utána fejtsék ki bővebben a véleményüket, mert ez nem állapot, hogy gyakorlatilag nem tudunk már rendesen beszélni önökkel azról a helyzetről, amit mi a világban látunk.